Sáros. Sáros vára a hajdani Sáros vármegye Nagysáros nevű községe fölött rég romokban hever. Eperjeshez közel, a Tarca völgyében messzire látszó erdős hegy ormán épült. A várdom tetején már az Árpádok megjelenése előtt is állott egy kis földvár, az első királyok azonban az észak felől várható támadások ellensúlyozására tekintélyes kővárat emeltek a hegytetőn, lakótoronnyal, négyzet alakú várfalrendszerrel. A vár olyan jó helyen volt, hogy szinte egyet jelentett az egész vármegye birtoklásával. A várról nevezték el a vármegyét is, Sárosnak. Évszázadokig Sáros vára volt a megyeszékhely, és székhelye egyúttal a királyi várispánnak is. A várispánból lett később a főispán. Második Vak Béla, aki 1131 és 1141 között uralkodott, kedvelte ezt a tájat, a hagyomány szerint Eperjesnek is ő adta a nevét, mert ízes epreket hoztak itt eléje. Egyik lánya is itt halálozott el, a királykisasszonyt Sáros vára templomának sírkápolnájában temették el. 1801-ben a Tarca folyó egyik nagy áradása idején az áradás a falak alól kimosta a csontokat. A tatárokkal vívott szerencsétlen végű Múhi csata után 1241-ben IV. Béla király is itt lelt néhány napra menedéket a várban. 1254-ből ismerjük már egy várispán nevét is, Mihályt. Sáros vára a magyar királyok birtokában maradt 1436-ig. A várat ekkor örök adományként a perényiek kapták. 1441-ben a huszita Jan Iskra foglalta el a várat, és mint várúr, néhány évig Sáros vármegye főispánja is volt. 1461-ben Mátyás király visszaostromolta tőle a várat. Ekkor ismét a perényiek kapták, de a perényiek István nevű tagja hűtlenségbe esett, és a király 1490-ben Sáros várát is fiának, Korvin Jánosnak, Liptó hercegének adományozta. 1528-ban az egyik új király, Szapolyai János, újra visszaadta Sárost a hatalmas perényieknek. Ez időben bővítették a várat, elővárat, új falakat, új bástyákat kapott, a vár ismét megszépült. 1542-ben Ferdinánd, a bécsi király serege foglalta el Sárost. A várkapitányi helyre ekkor egy tudósnak is jeles férfiú került, Werner György. Werner könyvet is írt, latin nyelven egy eredeti munkát, De Admirandis Hungariae Aquis, Magyarország vizeinek csodái címen. Az akkor már nevezetesebb gyógyvizekről szólt ez a könyv, ez vitte hírét Európában, többek között Pöstyénnek is. Sáros várát 1560-ban Turzó Elek szerezte meg. A turzók a fuggerekkel együtt jeles kereskedő család voltak. Bányáiknak, bányabérleteiknek se szeri, se száma nem volt. Arannyal, ezüsttel, rézzel kereskedtek a külföldi fémpiacokon, és egyhamar meggazdagodtak, majd országos jelentőségű politikusok, jeles katonák is kikerültek a családból, a tököliekhez hasonlatosan. Turzó Elek is bővítette, szépítette Sáros várát. A turzók kezéből 1642-ben vásárlás útján első Rákóczi György tulajdonába került Sáros. Rákóczi reneszánsz stílusban építette tovább a várat. 1660-ban a puskaboros torony véletlenül felrobbant, ledöntötte az öreg tornyot, 1687-ben pedig az utolsó várkapitány Székely Márton felgyújtatta a maradékot, hogy ne kerüljön német kézre. A várat ebben az időben a Rákócziak már nem lakták, mert 1617-ben szép, új, barokk kastélyt építettek a vár alatt a faluban. Ebben a kastélyban fogták el 1701. április 18-án a bécsi udvar parancsából Szolári tábornok osztrák katonái II. Rákóczi Ferencet, hogy mondva csinált gyanú okokkal Bécsújhelyre szállítsák. Rákóczi fiatal házas volt. Mint a történelemből tudjuk, Rákóczi Ferenc a bécsújhelyi börtönből megszökött,
és élére állt a kuruc szabadságharcnak. Rákóczi Ferenc volt Sáros megye főispánja is, és az emigrációban Sáros grófjának nevezte magát. Szegény árpádházi Vak Béla király, akit a családi ármány kisgyermekkorában világtalanná tett, és így vakon került trónra, fehérvári székhelyétől távol eső erdős birtokait kedvelte kiváltképp. Nyugodalma volt ott, elmélkedhetett. Nem láthatta soha Isten szép világát, sem a Kárpátokat, sem a Tátrát, amelyet akkor még Turturnak neveztek, sem a tavakat, folyókat, virágos mezőket, sem az emberek arcát. Mégis úgy érezte, hogy ha a hűs kárpáti lég símogatja orcáját, nem látó szemét, mindjárt könnyebben viselhető az élete. Fölöttébb szeretett abban a várban tartózkodni, amelyet Sárosnak neveztek. Régi-régi építmény volt, valaha még a kárpuszok, fehér horvátok, kvádok, szarmaták, halicsiak, lodomérok építették a többi várakkal és hegyi erődítményekkel együtt, egymás ellen gerendákból, fonott rőzsek közé döngölt agyagból, deszkapalánkból. Amikor aztán Kund magyar vezér és az ő törzse népével alászállott a hágók felől, meglátva ezt a favárat, kőtornyot, kőfalat rakatott a gerendák helyébe, és mert a tarca, a szekcső, a színe, vize a várhegy alatt lassabban folyt, Sáros mocsárrá dagadt, Sáros várának nevezték el a zsindejtetős kővárat. Végül pedig az egész vármegyét is a várról, Sárosról. Útban a Hernád völgyéből Sáros vára felé Vak Béla király pihenőt parancsolt egy napsütötte domboldalon. Vidám szellő suhant le a csergőtetőről, kergette a játszi fellegeket, s ha a napragyogását nem is látta a király, érezte melegét. Juhász kunyhó mellett ültették le kicsi fejő székre, keze kutatva járt körül, tűnődve simítgatta a füvet, és íme Tétova ujjai apró földi epreket érintettek, szamócabogyókat. Illatozott az egész domboldal, meg az erdei tisztás a finom gyümölcstől. Kedvel eszegette a király az érett szamócát, jól érezte magát. Ahogy üldögélt, meglátta ezt néhány szántóvető, aki már rég szeretett volna beszélni a királlyal. Süvegükben nagy hirtelen szamócát gyűjtöttek, féltédre ereszkedve kínálták a királynak. Megköszönte a király a szívességüket, kérdezte is tőlük. Van valami kívánságtok, jó emberek? Volna egy alázatos kérésünk, felelte a szószólójuk. Engedd meg, király úr, hogy falut építsünk ezen a helyen, amelyből, ha megérik unokáink, város is lehet. Nevet is adj neki. Béla király bólintott. Beleegyezem. Építsetek várost, neve pedig e finom gyümölcsről legyen Eperjes. Címerébe pedig három szem epret rajzoltassatok. Jó ízűen fogyasztotta el a nagy süveg szamócát, kínálta vele lányát is, Zsófia hercegnőt, és tovább folytatta útját, estére Sáros várába ért. Legkisebb lánya volt ez a Zsófia, legjobban szerette. Kedves, szerény, bájos, arca szépséges, hangja kellemetes. Tisztelte, szerette ő is az apját, és mert kedvezni óhajtott neki mindenkor, másnap reggel kicsi kosárkával útnak is indult, hogy szamócát szedjen, délebédre jó lesz. Itt is piroslott egy bokor eprecske, ott is kínálta magát egy kerek csomó, ment utánuk, nem törődött azzal, hogy a nap magasan áll már, csak ballagott előre. Az ösvény mentén mindenütt mosolygott feléje a szamóca, majd gombát is talált. Önfeledten hajlongott, dudolt magában egy zsoltárt, észre sem vette, mi messzire jutott. Egyszer csak döbbenten tette le kosarát. A kosár ugyan színig telt, de ő meg eltévedt. A nap delelőre emelkedett, az árnyék megrövidült, egy szarka cserredtek csak, hogy idegen jár az erdőben. Túlnan a tisztáson juhnyáj legelészett. Fordult ide, fordult oda a királylány, vízmosás állta útját, azon túl meg szikla. A nap sugarai aranypénzeket rajzoltak a fák aljára.
Királynak, lányának félnie nem szabad. Így tanulta ezt a kis hercegnő gyermekkorától. Tétován forgolódott, segítségért nem kiáltott, viselte sorsát bízó bátorsággal. És ím megjutalmazódott, mert egy kendervászon inges pásztor legény közeledett feléje a tisztás felől, észrevette a lányt. Látta a pásztor legény, hogy nem holmi jobbágy lány, aki itt áldogál, de azt nem sejtette, hogy a király leánya. Tele volt kosara, földi eperrel a szép, kedves lánynak. Nem félsz a farkastól? Nem tartasz a medvétől? Szólította meg a legény a finom kisasszonyt. Eltévedtél, húgom? Nem találom utam, felelte Zsófia. Mutasd meg, merre találok haza a várba. Biztosan a király szolgáló lánya vagy, találgatta a legény, és a leány hagyta, nem is mondott ellent. Haza kísérlek. Kivezette a legény Zsófia hercegnőt a sűrű erdőből, tölgyek, bükkök közül, hogy baja ne történjék. A köröttük ugráló kutyák meg sem ugatták, kezét nyáldosták. Ezen a legény nem is csodálkozott, oly égi szelítség áradt a leány arcáról. Mikor a vár alá értek, a király kisasszony megköszönte. Köszönöm, hogy segítettél hazatalálnom. De többet nem árult el. Így aztán a legény váltig hihette, hogy belső cselédhez vitte az útja. Azt mondta a lánynak. Holnap is gyere el ebben az időben. Van még eper elég a király erdejében, vadkörte is számos, később már málna is. Vihetsz a konyhára. A királylánynak is megtetszett a legény. Másnap is kiosont a kis kosárkával, megint teleszette. Köszönte a király, amiért leánya örökké csak hordja a gyümölcsöt, hogy így szorgalmatos. Meg-meg simogatta lányának rózsássá vált arcát, kár, hogy nem láthatta. A királyasszony, az édesanya, Fehérvárot maradt, az országlás gondjait, míg a király pihen, ő vállalta föl. Elfogyott már a szamóca réten és erdőben, de a királylány, ha csak tehette, tovább is találkozott a legénnyel a vadkörtefa alatt, noha a királynak a körte nem ízlett, sem a vadalma. Később lesz málna is, mosolygott a leány. Leült apja mellé, simogatta kezét, vígan dúdolgatott. Azt mondja Béla király egy alkony órán az ő leányának. Ideje, hogy férhez menj, leányom. Belhoni főurak, külhoni hercegek, őrgrófok és bárók kérik a kezedet. Nem leszek én felesége sem grófnak, sem hercegnek, kedves uramapám. Borult Béla király kezére az ifjú hercegnő, mert én más szeretek. Elhűlt a király, erre nem számított. Kit ugyan leányom, ismerem én őtet? Egy derék legényhez vonzódik a szívem, az övé én hozzám. Juhász legényed ő a vár erdejében. Békés ember volt a király, de most nagyot kiáltott. Hogyan merészelnéd? Nem szerethetsz bele, akárki jött ment be. Hé, urak és szolgák, miként történhetett, hogy Zsófia lányom a tudtatok nélkül mindenféle porra a szóba is állhatott? Nem vigyáztatok rá? Valaki feleljen! Elsápadtak az urak és udvari szolgák, és bevallák mély töredelemmel, hogy bizony a király kisasszony szabadon járkált erdőn és mezőn, kíséret nélkül templomba, várkertbe, senki sem tartotta illendőnek, hogy nyomon kövesse, hisz imádkozik annyit. Ha követték is, elparancsolt mindenkit magától. Kétszeresen vak voltam, döbbent meg a király, és kiadta gyorsan a parancsát. Ez időtől kezdve őrizzék erősen Zsófia királylányt, a juhászlegényt meg messzire kergessék. Sírt a király leány, magában bolyongott, az egek urát kérte, legyen segítségül. A juhászlegény pedig messzire űzetve nem találta helyét. Most tudta meg csupán, kit is szeretett meg. Nem ilyet meg mégsem, erős volt benne az érzés, meg a bizodalom. Béla király oly nyugodtan pihente országlása fáradalmait Sárosvárában, hogy szinte nem is hitte a hírt, amit néhány hét múlva jelentettek neki. Ellenség érkezett loppal a Kárpátokon túlról, Borics herceggel a Lodomérok népe. A Lodomérok a maguk királyát szerették volna a magyar trónon látni, mivel közelükben tudták Vak Béla királyt, megtámadták rögtön. Arra ébredtek egy reggelen a király testőrei, hogy az ellenség a hírnél is jobban sietett, már is körülfogta magas Sárosvárát,
és ugyancsak nyilaszta a falakat, döngette a kaput. Nosza, szaladtak a királyi heroldok, lóra tett hírlelők, kürtel, véres karddal, szedjék össze gyorsan a fegyverfogható népet, mentsék meg a királyt! Hallotta ezt a juhászlegény is, a király kisasszony szerelmese. A katonák közé állott, hogy legalább így tegyen bizonyságot hűségéről, király iránti szeretetéről. Titkon abban reménykedett, hogy csatában tünteti ki magát, a király nemesi rangra emeli, és így válik érdemessé a királylány kezére. Harcolt híven, küzdött becsületesen. 7 napig dúlt a harc, 2x7-ig tartott az ostrom, míg végre a támadók el nem takarodtak, a hegyeken túlra vissza nem vonultak. Maga a Lodomér herceg is megsebesült. A juhászlegény azonban nem érte meg élve a támadás végét. Ő is elhullott az egyik rohamban, kedvese Zsófia királylány védelmezésében. A királyleány maga ápolta a sebesülteket, és járta végig a harcmezőt, mert sötét sejtelem gyötörte az, hogy a juhászlegény is a küzdők között volt, és életét vesztette a csatában. A sejtése nem csalt, meglátta vitézét a megholtak között. Elalélt Zsófia, alig tért magához. Mikor végre nagy nehezen felocsúdott, az apja elé borult. Felséges jóapám, ne kényszeríts férhez, kit szerettem szívből, az íme nem él már. Apácának megyek, zárdában a helyem, világ hívságától én eltemettetem. Fájtlat öltött még azon a napon, kolostorba vonult. Sok idő múltán, amikor ő is elhunyt, eltemették őt is Sárosvára alatt. Hambai fölébe kápolnát emeltek, Zsófia kápolnát. Évszázadok múltán áradás mosta ki csontjait, a tarca öntött ki. Királyi fejkoronáját nem sodorta el a víz, de vissza a földbe sem került többé. Bécs várába vitték 1801-ben, 750 évvel a halála után. Most is ott láthatod, Bécsnek óvárában üvegszekrény védi. Sárosvára pedig egyre nagyobbodott, egyre gazdagodott, mind fontosabbá vált, országhatárt védett. Kézből kézbe került, végül a Rákócziaké lett. Fontos végvár, fontos erősség, de mint annyiszor a várak történetében, előbb egy véletlen, utóbb szándékosság okozta pusztulását. Akkor robbant föl, amikor már pusztán magától a kuruc szótól is annyira félnie kellett a bécsi császárnak. Történt a kuruc idők első szélviharakor, hogy a vár öreg tornyában a tűzmester nyitva felejtette az ajtót. Ez egymagában még nem számított volna bajnak, csak hogy az öreg torony volt egyúttal a puskapormalom is, ott keverte, őrölte, vegyítette, porlasztotta Soltész Benyámin mester fűzfa szeléből, kénből, salétromból a puskaport. Ügyesen hordókba töltötte, a hordókat egymásra rakatta. Óvta széltől, óvta lángtól, tán még a kakas kukorékolástól is. Két várkatona pedig, ha nem is kukorított, de torka szakadtából énekelt, amikor eltántorgott a nyitott ajtó előtt, és belebotlott a küszöbbe. Nagy nehezen tüzet csiholtak, mert nem tudták, hol vannak, és be is dugták a mécsest az ajtón bévülre, aztán felbotlottak az első hordóban. Hogy a pokolban ébredtek-e föl, vagy csak a purgatóriumban, azt már a várbeliek sohasem tudták meg. Annyi azonban biztos, hogy nem a mennyországban, bár a toronytetővel együtt a fellegekig röpültek, és velük együtt a gyanútlanok is, vagy egy fél tucat. Nem is építették fel ismét az öreg tornyot, hagyták összeomolva, annyi háború jött, nem értek erre rá. Rá néhány esztendőre pedig, amikor már a császár katonái fogták körül a várat, hogy bemasírozzanak, a várkapitánya, Székely Márton uram magad dugatott minden fontos helyre egy-egy hordócska puskaport, és magas szántábor robbantotta fel a várat. Amikor pedig oltani siettek mindenfelül a falusiak, várbeliek, útjukat állotta. Senki sem olthat itt, hadd égjen le a vár. Ha most arra ballagsz, ezért látsz ott romot. Épült közben egy szép várkastély is a magas vár alá, a Rákóczi kastély. Kedvelték ezt a kastélyt és gyönyörű kertjét, mind a rákóciak,
mind a feleségeik. Különösen pedig a nagyságos fejedelemnek, a második Ferencnek volt ez kedves helye. Mint fiatal herceg, az ország leggazdagabb főura, és távol még a fejedelemség gondolatától is, hónapokat töltött itt fiatal házasként. De hogy gondolta még, hogy az elégedetlenkedők élére fog állni? Napjait, heteit kellemesen töltötte, ám de amikor a szomszéd, az ungi főispán, gróf Bercsényi Miklós egy másik, szomorúbb magyar világot mutatott meg neki, lassan tudatára ébredt küldetésének. Bízott azonban minden emberben, az eperjesi ezred kapitányában is, a belga Longuvalban. Longuval kapitány megnyerő szavú volt, modora hízelgő, műveltsége bécsi. Csak éppen azt nem sejtette Rákóczi Ferenc, hogy a jezsuiták kémje, és ha a jezsuitáké, akkor a császáré is. Levelet bízott rá, vigye a franciák királyának, Lajosnak, a 14-nek, támadja meg a bécsi császárt, és küldjön segítséget az elnyomott, szenvedő magyaroknak ezzel, pénzben és seregben, jó hadiszerekben. A levelet ugyan a hamis Longuval elvitte Párizsba, de előbb megmutatta a jezsuitáknak, visszajövet pedig a választ sem rejtette el a jezsuiták elől. Színleg el is fogták az álnok kapitányt, hogy ország világ előtt így fedezze magát, de ez csak álca volt. Ezzel az álcával jó Rákóczi herceg odafönn Sárosban a halál listájára került. Üzente is gyors futárral neki a nénye, Rákóczi Júlia, Aspremont grófné Bécs városából: Ferencem, menekülj, Longuval elárult, fuss Lengyelországba! De ez már késő volt. A fiatal Rákóczi éppen hálószobájukban üldögélt, amikor jóval est hajnal után rátörték az ajtót, és két császári tiszt az olasz nevű Solari generálissal belépett, és rátette kezét Rákóczi vállára. Herceg, ön a foglyom! Vitték már Rákóczit Bécsújhely várába, onnan szökött vissza. Ezzel kezdődött a kuruc szabadságharc.